Bár senki sem kérdezte, de azért elmondom. Nálam mindig van Viva vitaminvíz. A cuki csajos Honda elvel megyünk éppen arrébb, Sync Wiki vezet, az élet szép és káros anyag kibocsátásmentes. Kérdezésén válaszolok. Na az első kérdésem az az, hogy hova tűnt a visszapillantó tükör, meg egyáltalán? Visszapillantó tükör van, csak kamerák helyettesítik. Ja, hogy ez az? Igen. Hát ez őrület! Ami feltűnik, hogy tök tágas itt belül. Tehát, hogy ő egy négy személyes vagy két személyes autó? Én azt mondom, hogy két személyes, de hogyha nagyon muszáj, akkor beleférnek négyen is, és nem fognak összeveszni egy hosszabb út alkalmával. Nagyon szép ez a fa belső, én ez nagyon-nagyon tetszik, olyan elegáns külsőt ad neki, meg ő itt mi? Már hogy érted? Ez a panel, ez a felület, olyan, mint egy ilyen mobiltelefonnak a háttérképe, gondolom, ezt akkor így választhatod, hogy milyen színű legyen, persze. Meg hát ez full menő. Nagyon könnyen kanyarodik, és nagyon könnyen gyorsul. Ez általános az elektromos autóknál, vagy ő kifejezetten egy ilyen kis fürge fajta? Sok kérdés egyszerre, szétbontanám engedelmeddel. Azért kanyarodik könnyen, mert az akkumulátor lent van a padlóban, tehát a súlypontja lent van, és 50-50%-os a súlyelosztása. Tehát 50% jut az első, 50% pedig a hátsó kerekekre. Kint vannak a kerekek az autó szélein, és pici. Aha. A másik pedig azért érzed az elektromos autót gyorsabbnak, mint a hagyományos, mert igen, itt nagyon. Van egy úgynevezett azonnali nyomaték. Az azonnali nyomatéknak az a lényege, hogy amíg egy benzines vagy dízel autónál rálépsz a pedálra, és kicsit vársz, utána indul meg, itt egyenes, ahogy rá taposol a pedálra, abban a pillanatban beköszön a totális nyomaték, és már gyorsul. És már gyorsul. Lehet azt tudni, hogy ő mondjuk egy tankolással mennyi ideig, vagy hány kilométert megy el? Ez egy városi kis autó, és olyan 200 kilométert tud megtenni egy teljes töltéssel. 200. Hát az akkor igen, ez város. Mennyi idő alatt töltődik fel? Otthoni fali töltővel 4 óra, villámtöltővel pedig fél óra alatt lehet 80%-a tölteni. Ezt muszáj megkérdeznem, hogy mennyibe kerül egy ilyen autó? Az innováció nem olcsó. Igen. 11 milliótól indul felfelé. Azt gondolom, hogy egyelőre még nem lesz ilyen kis szép kék kis Honda. Az elektromos autók ennyibe kerülnek. Igen, igen. Anya, vegyünk egy macskát. Nem veszünk, mert telekakálja a szobát. Akkor vegyünk egy medvét. Akkor meg mi fogjuk telekakálni? Ó. Kétféle Honda létezik, van a 136 és a 154 lóerős, az egyik 8,3, a másik pedig 9 másodperc alatt éri el a 100-at. Az nem olyan veszett adat, de nézd meg, nulla. Na, erre kíváncsi vagyok. És a kis hangja, mint egy repülő. Az elején. Aha, nagyon meg. Megindul, igen. Azonnali hatállyal iratkozzatok fel a Sportrádió YouTube csatornájára, kövessetek bennünket az Instán és a Facebookon. Köszönöm!